A bringa az első. Így van. Hogy lett neked ez a szerelem? Mert úgy érzem, hogy bringán szárnyalok. Rákóczi túrós, Rákóczi szabadságharc, Rákóczi Ferenc a régi 50-esen, Rákóczi Feri a rádióból, Rákóczi induló, rengeteg dologhoz kapcsolódik a Rákóczi család neve. Egy sok száz éve jelenlévő családnak a titkait próbáljuk meg most felfedezni, és ehhez a család egyik ősi fészkébe, Sárospatakra érkezünk, a Rákóczi várhoz, ahol Tokár Rita vár majd minket, aki Sárospataknak és az egész Zemplénnek nagy szeretője és lokál patriótája, egy hatalmas nagy bringás, ő fog minket körbe kalauzolni. Szia Rita! Szia Mirko! Mondtad, hogy találkozzunk itt, de miért pont ez a kiindulási pontunk? Nagyon különleges helyszínt választottam, mert az első titok a várfalon lesz. Na Mirko, megérkeztünk ide a várnak az udvarára. Ismerős-e neked ez a kép? Hát ez a Sárospatak kivár. Ez nagyon jó válasz. Ezen kívül, ha esetleg az 500 forintos bankjegyet megnéznéd alaposan, a hátulját, akkor mit látnál ott? Éles logikával kitalálom, hogy akkor a Sárospataki vár van ezek szerint a hátulján, ez nem volt meg a fejemben, de most, hogy így mondod, valóban az elején meg Rákóczi Ferenc van, ahogyan a régi 50-esnek is az elején Rákóczi Ferenc volt. Ha jól gondolom, meg jól tudom, ez gyakorlatilag az egyik ilyen szívcsakrája a Rákóczi családnak, ahonnan az ő járatlan ösvényüknek a titkait fogjuk megismerni. Így van. Így van. Ló helyett biciklire pattanunk, és bejárjuk Rákóczi nyomát. Nem csak innen, hanem nagyon sok helyről a töltésről látható a páratlan szépség Longerdő, méghozzá azért, mert a hegyvidéki és az alföldi növényzet itt találkozik, itt egyesül, mind a kettő jellegzetessége megtalálható ide, nem csak a növények, hanem az állatok is. Ahogy haladtunk el, láttad a szürke gém, a hattyúkat, ahogy itt nyugodt környezetben pihennek, élvezik ezt a háborítatlan természetet. És egy érdekesség még, van itt egy olyan tanösvény, aminek az a neve, hogy víz alatti erdő tanösvény, 4,8 km hosszúságú, száraz időben járható lábban és akár bringával is, viszont a árvizes vizes időszakban megemelkedik a vízszintet, mert akkor csak hajóval, csónakkal tudunk végigjárni ezen a tanösvényen. Ahogy jöttünk lefelé, sajnos elijesztettük a nagy kócsókat, a szürke gémeket, rengeteg madár van itt, úgyhogy ha jöttök, akkor csak csöndesen gyertek le, és akkor talán láthatjátok ti is a madarakat. Én úgy érzem, hogy mélypontra érkeztünk a mai napon, mert bitang meleg van. Így van. A navigáció szerint 35 fok van odaként, viszont fizikailag is elég mélyen vagyunk. Méghozzá Szlovákia legalacsonyabb pontján, 94,3 méter magasságon. Ami még így is 20 méterrel magasabb, mint Magyarország legmélyebb pontja, mert az a Tisza-sziget mellett van. Jöttünk be ide, eljöttünk még egy nagyon szép hely mellett, itt én látom is, de háttal vagy neki, egy gyönyörű szép templom. Mi ez a hely? Így van, egy 13. századi templomról van szó. Sajnos nem látogatható, csak be tudunk nézni, be tudunk tekinteni. Itt Bodrogszög egyik legszebb pontjánál állunk szerintem. Egyrészt a Bodrogpart, másrészt egy nagyon szép fűszva árnyékában egy tökéletes pihenőhely lehet egy bringás túra között. Akkor ezt használjuk ki, és együnk egy szendvics ebédet. Támogatom, helyes. Mi az a három dolog, vagy csak hármat mondhatsz, ami eszedbe jut a Zemplénről? A nyugalom, a vadregényes tej, mert érintetlen nagyon sok terület, nagyon sok kilátópontról, szinte nem látni házakat, csak a tájat, a gyönyörű hegyeket. És ez a sok kulturális, történelmi emlék. Számos nem csak rákóciak, hanem akár azt mondom, hogy hollóháza kincsei, akár azt mondom, hogy fűzér gyönyörű vára, vagy akár a milicek, mint kilátópont. Nagyon sok olyan pontja van Zemplénnek, ahol érdemes, nem csak bringával, gyalogosan, akár a Bodrogra gondolunk, az evezés annyira sok feltöltődést ad.
megnéztük Borsiban a Borsi kastélyt, és elárulta nekem Rita, hogy itt született Rákóczi Ferenc, és kiszúrtuk messziről, hogy itt nem csak a kastély van, hanem valami más is, ahol most bejövünk. Hol jövünk be? Így van, ez a Rákóczi játszótere, kicsit modernebb változata, mert egészen a bölcsőtől, tehát egy hintától kezdődően Rodostóig megtaláljuk végig az életútjára emlékeztető helyszíneket. Van itt Munkács, Sárospatak, Rodostó, mindenféle olyan játék, ami egy igazi játszótér elengedhetetlen része. Gyakorlatilag a gyermek Rákóczi emlékére itt van a gyerekeknek egy ilyen Rákóczi vidám park, illetve ami nekem rettentően tetszett, a bejáratnál van egy labanc futtató, hogyha felmegyünk rá, akkor tudunk versenyezni, hogy melyikünk tudja gyorsabban futtatni a labancot. Úgyhogy Rita, én kihívnálak egy labanc futtató versenyre. Hova érkeztünk? Nem más, mint a Ronyba patakhoz. Ez az ország határ. Ottól körülik be a Ronyba a Bodrogba. Annak idején azért húzták meg itt az ország határt, mert hajózhatónak minősítették. Ezt a kis igen. Patakot? Igen, igen, pontosan ezt a kis patakot, szinte térdig érő kis patakról van szó. Egy monda szerint a patakparton tüzet gyújtottak, lengették a füstöt a rongyokkal, hogy lássák a nagyhatalmak vezetői, hogy ez egy olyan folyó, ami hajózható, és éppen jön a gőzhajó, úgyhogy ezért érdemes itt meghúzni a határt. És mi a valóság? A valóság igazából, ahogy elhaladtunk a vasút mellett, a vasút játszott döntő szerepet a határ meghúzásakor. Lehet, hogy a Dojba nem hajózható, de hogy ez az egyik legszebb része a magyar határnak, az egész biztos, mert egészen csodálatos a rálátásunk a Sátorhegyekre. Fantasztikusan szép ez a táj. Átgurulunk Sátoraljaújhely főterén, amelyet második Rákóczi Ferenc szobra vigyáz. De hogyan kapcsolódnak a Rákócziak Újhelyhez? Nagyon jó kérdés. Szepsi Lackó Máté lelkész, Lóránfi Zsuzsanna fejedelmasszonynak volt a lelkésze, és állítólag ő volt az a személy, aki feltalálta az asszúnak a titkát, az asszúbor készítésének a titkát, úgyhogy így kapcsolódik hozzá, és nem más, mint Lóránfi Zsuzsanna, a dédanyja volt második Rákóczi Ferencnek, úgyhogy Újhelyhez is van kötődése. És akkor gyakorlatilag Újhely némiképp az asszúnak is a szülőhazája, úgyhogy érdemes akár megállni egy jó asszúra, de mi most nem ezt tesszük, hanem gurulunk tovább a Zemplén belseje felé. Ez Rudabányácska, ami nem összetévesztendő Rudabányával. Megkerültük a Sátorhegyet, és Sátoraljaújhely mögött vagyunk benne a Zemplénben. Ez a település valóban egy ilyen igazi ékszerdoboz, abszolút azt a hangot adja. De neked a bringa az első. Így van. Hogy lett neked ez a szerelem? Mert úgy érzem, hogy bringán szárnyalok. És azt érzem, hogy ilyenkor szárnyaim vannak és repülök. Suhanok és felfedezek. Mit szólnám, Mirko, hogyha boroznánk egyet zárásként? Kocintanánk a mai napra? Hát azt hiszem, hogy erre a napra csak kocintani lehet. Úgyhogy akkor menjünk. Ha megérte szenvedni akár, vagy elfáradni, akkor ezért a látványért, és ezért a naplementért, ezért tényleg megérte. Elképesztően csodálatos bejöve ide a dűlők közé. Mirko, számodra melyik volt a nap fénypontja? Talán a Smaragdvölgyben, a vízparton éreztem azt, hogy én innen nem akarok már tovább menni. Az tényleg beértünk a
az olyan volt, mint egy ilyen kis, nem tudom, mint egy anyai ölbe belehelyezkedés, hogy körbevettek minket a Zemplénnek a dombjai, kis vízparton, hűs volt már kellemesen, ott jó lett volna tovább ugye, időzni. Igen, és úgy elterülni a fűbe, és csak úgy lenni, és nézni a hegyeket, nem? Igen, igen. Azt hiszem, hogy ezt éltem ott meg. Nekem minden izgalmas átkalandozni határokon, és lehetséges, hogy ez azért van, mert gyerekként még megéltem azt, hogy átlépjük a határt, és kicsit izgulni kell, hogy mi van a határátlépésnél. És olyan jó érzés, hogy most már csak úgy átgudulunk rajta, és igazából nincsen határ valójában, senki nem vigyázott, és teljesen szabadon megy az ember. És így nem kell azt megélni, hogy el vagyunk választva, hanem valahogy olyan odatartozónak éreztem magam, és nem éreztem az bodrogszögő, hogy egy másik országban vagyunk, hanem az egy Szlovákiának a része, de egy kicsit azért magyar is. Igen, észre se vettük szinte, hogy átléptünk a határon. Hát köszönöm szépen, hogy elhoztál erre az útra, végigvezettél minket a Bodrog partján és a Zemplénnek a határán, megmutattad nekünk rákócziaknak a titkait, és ennek a térségnek néhány apró kis gyöngyszemét. Remélem, hogy ti is élveztétek, hogyha legközelebb is velünk tartanátok, akkor írjátok meg, hogy merre felé menjünk. Igyekszünk gyűjteni a jó ötleteket, a jó járatlan utaknak a titkos kis köreit. Kommenteljetek, lájkoljatok minket, és kövessétek be a csatornánkat. És nekünk pedig nem adott más, mint egy megérdemelt tokai egészségedre. Azt elfelejtettem mondani, hogy egyébként itt van a Megyerhegyi tengercem pont a hátunk mögött, valahol itt. Úgyhogy ha eljöttök ide, akkor gyertek el oda is, pedjetek föl, van Via Ferrata, meg kilátó, baromi szép, érdemes fölmenni, utána meg borozni egy jót. Megmutatjuk majd képben. Sziasztok! Vagyunk, szeretetet tartsunk, ahol összegyűlünk, egymásba feledkezünk.